Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén, a Magyar Pálynagyoka Unió Budapesti Szervezetének őszi program sorozatának az első fejezeténél vagyunk. A mai téma Habsburg kérdés, amely magyar nemzetben indult vita fórum nyomán gondoltuk, hogy megszervezni. És néhányan, akik publikáltak ebben a kérdésben, azokat szeretettel meghívtuk a mai esetére. A jó témaválasztás úgy látszik, hogy nagyon szép nézőszámot és részvevőszámot idézett elő, és reméljük, hogy ezt a kérdést, amit az évszázados közös történelem Ausztriával és Habsburgházzal felvet, egy picit világosabban fogjuk tudni látni a mai este végére. Én köszönöm a részvételt, hogy eljöttek, köszönöm Körmendi Zsuzsannának, a Magyar Nemzet rovatvezetőjének, hogy vállalta a moderálás szerepét, és ezen nála is adnám így a szót. Akkor hölgyeim és uraim, miért átadom a Zsuzsannának a szót, csak egy bejelentés. Várjuk a Kulin Ferenc, az irodalomtörténészt, aki szintén egy nagyszerű anyagot írt ennek a Magyar Nemzeti Vita sorozatnak az egyik részeként, szerintem percek voltak. Nagyon köszönöm Ipoly atya plébánosnak, háztőnőknek, hogy vendéglátóként jelen van, Csányi Tamás, a Szent Imre plébánia templom karnagyja, és köszöntöm az összes megjelenteket, minden részben. A következő kép zajlana le a mai beszélgetés, Körmendi Zsuzsanna, a Magyar Nemzet rovatvezetője felvezeti a dolgot. Csóti György úr, országgyűlési képviselő, Herman Hoberg, hadtörténész, Zsigai Zsolt, heraldikus, Kulin Ferenc irodalomtörténészt várjuk, én pedig Nőnös Úr Zoltán vagyok, a Pálynagyoka Unió egyik alelnöke. Rajta. Szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor üljön mondanám már a rövid bevezetőmet. Nagyon szívesen mondanám önöknek azt, hogy elképzeltünk egy vitát, megszerveztük, begyűjtöttük a hozzászólásokat, és utána elindult a vitafórum. De ez nem így történt. Egyszerűen kaptam egy cikket Tehet Pétertől, aki sajnos nincs itt, mert családi okok miatt, és egyébként is Németországban van, nem tudott eljönni. Írt egy nagyon érdekes és egy enyhén provokatív cikket, ami túl érdekes volt ahhoz, hogy még hogyha nekem voltak is haverjaim, vagy más véleményem voltam is, úgy éreztem, hogy közölni kell. Nagyon érdekes volt rá a reakció, nem várt visszhangja volt. Olvasói leveleket kaptunk, és csak majd megérkezett Csóti úrnak a hozzászólása, hogy gyökeresen egy más álláspontról közelítette meg a Habsburgokhoz való viszony kérdését. És én akkor döntöttem úgy, hogy legyen akkor ebből egy vita. Számomra ez azért volt váratlan, hogy vita alakult ki, mégpedig a vita most már így a befejezéshez közeledik, és ezért merek így fogalmazni, mert nagyon kellemesen érintett engem az, hogy nem süllyed el, úgy látszik mindenki az aktuál politikának a sarában, hanem az embereket nagyon is érdekli a tradíció, érdekli a történelem, érdekli a Habsburgokhoz való viszonyunk. Elég távol van tőlünk, ugyanakkor pedig olyan dolgokról lehet beszélni ennek kapcsán, nevezetesen itt a magyar függetlenségi eszmére gondolok, és arról, hogy nevezhetjük másképp, és de hát végül is így tanultuk, hogy a 150 év török uralom, utána pedig a Habsburg uralom, hogy ez alatt is kialakulhatnak olyan pozitív tradíciók, amelyekhez pozitívan kellene viszonyulni.
Nekem elsősorban ez volt a vita üledéke, hogy úgy mondjam, de természetesen nem akarom én ezt így összefoglalni. Még csak annyit mondanék, hogy a mai népszavában nem azért, hogy híveket szeretek a népszava, olvasótáborának újabb híveket önök közül, de mai népszavában olvastam Müller Péterrel egy interjút, aki erről a végzetes megosztottságról beszélt, amit ő úgy értékelt, hogy ez István királytól jelen van, a kereszténység, a pogányság, a kuruc, a labanc, és népi urbánus ellentétig egészen elvezette, hogy mindig is megosztottság volt Magyarországon, és hogy a gyűlöletnek a fogságában vagyunk, éppen emiatt a megosztottság miatt. Nekem ez a vita nem erről tanúskodott. Én azt gondolom, hogy a vita legnagyobb értéke az volt, hogy mindenki megpróbálta a saját álláspontját higgadtan, érveléssel, és lehetőleg nem a másik előtte szólott, vagy előtte megnyilvánulott sértegetni, hanem amit ő gondolt, amit ő ismert ezekről a dolgokról. Ami az ő ismerete ezekről a dolgokról. Nagyon örülök annak is, hogy a vitában nem csak történészek vettek részt, a csapat természetesen idézőjelben mondom, hanem jószerével bárki hozzászólhatott, aki értelmes, összefüggő érveléssel tudta bizonyítani az igazát. Azon sem csodálkozom, hogy az érzelmek eléggé helyet kaptak. Elárulom önöknek, hogy az olvasói levelek, amik a mai magyar nemzetnek a 19. oldalán jelentek meg, azokat egy rút rovatvezetői hozzáállással én visszatartottam. Azért tartottam vissza, mert nem akartam, hogy a vitát befolyásolják. Tudnék, aki cikket ír, aki tanulmány szinten fogalmazza meg a gondolatait, aki nagyon benne van a témában, és veszi a fáradtságot, hogy még jobban elmélyüljön benne, az ne kerüljön vita szituációba érzelmi, sok esetben haragos, elfogult véleményekkel. Úgyhogy az olvasói leveleket is megrostálva közültem, mert nem tagadom, hogy voltak benne kirohanások, sértegetések. Ezeket úgy érzem, hogy ezek nem méltók sem a magyar nemzethez, sem a magyar nemzet olvasó közönségéhez. Ugyanakkor rendkívül tanulságos, hogy milyen mély érzelmi viszony van az emberekben máig a magyar függetlenségi eszméhez, és a Habsburgokhoz való viszonyunk pedig azt hiszem, hogy a Habsburg párti, vagy a Habsburgok tevékenységét pozitívan értékelő vélemények alapján egy kicsit bonyolultabbá tudott válni a képünk. És hát ő, azt hiszem Tacitus mondta, ugye, vagy tőle származik ez a kifejezés, hogy színe, ira, studio, harag és elfogultság nélkül. Hát ez a legnehezebb, azt hiszem, de nem is vagyok illetékes lévén, hogy nem vagyok történész, de azt gondolom, hogy egy történésznek valahol mindig törekednie kell arra, ha nem is Tacituszi szinten, de hogy az elfogultságait megpróbálja legyűrni, és hogy ne, hogy mondjam, tehát a világnézete és az ismeret anyaga, azok ne úgy befolyásolják az ő álláspontját, hogy minden más álláspontot ő kizárt. Nem olyan régen kaptam egy meghívót, egy jeles intézmény, a Politika Történeti Intézet rendezésében történik majd egy kerekasztal beszélgetés igazán jeles történészeknek a bevonásával, és az a meglepő címe volt, hogy van-e jobboldali történelem, vagy van-e jobboldali vagy baloldali történelem. És én megütődtem ezen a címen, mert azt gondolom, hogy a szemléletünk az lehet baloldali, lehet jobboldali, de maga a történelem nem kaphat egy ilyen minősítést. De nem akarok jobban belemenni olyan területen kalandozni, ami nem igazán az én szakterületem. Összegezve én csak annyit tudok mondani, nagyon örültem ennek a vitának, amely spontán módon alakult ki, és jó érzéssel töltött el, hogy a magyar nemzet olvasói igényesek, érdeklődnek a történelem iránt, méghozzá nagyon élénken, és hogy ez a vita így tudott lefolyni. Köszönöm a figyelmet.
Hölgyeim és Uraim, én először egy kérdést szeretnék Önöknek feltenni, mert igen, én érdeklődést látok a megjelentek számából és összetételéből következően is. A kérdése következő lenne. Most itt el fog indulni egy beszélgetés, mindenki kifejti a nézetét. És ugye nekünk hagyományunk a Magyar Pan-Európa Uniónak, hogy a jelenlévők a beszélgető partnerekhez végül kérdéseket intézhetnek. Most én megkérdezném Önöktől, mert a téma bonyolult, nagyon sok oldal, ahányunk jelen vagyunk, más szemszögből közelítettük meg. Rokonszenvesnek találnák-e Önök azt az elképzelést, hogyha két részre osztanánk a ma estét. Az első 40-50 percben a jelenlévő szerzők elmondanák, hogy hogyan látják a dolgokat, tartanánk egy 5 perces szünetet, és utána kizárólag kérdések és rövid hozzászólások következnének. Én azt kérem, hogy aki azzal ért egyet, hogy ilyen két részre oszlóan tartsuk meg ezt az estét, az tegye fel a kezét. Tehát akkor a látható többség amellett van, elnézést. Mi a másik? Az, hogy én végig lemegy az egész. A másik? Tehát, hogy szület nélkül végig lemegy, csak én azt egy kicsit töménynek és hosszúnak találnám. Közben megint múlni perezni a dalkodásra. Na most bocsánat. Két nagy jogból, bocsánat. Bocsánat, én közben hadd mondjam még a Feri helyet foglalni. Ferenc, foglal helyet köztünk véged. Tehát elnézést kérek, akkor még egyszer csak megerősítésként. Tehát Önök akkor azzal értenének egyet, hogy lemegy egy blogban ez a beszélgetés, egy nagyon rövid 5 perces szünet, és utána kérdésfelelek. Így egyetértünk? Igen. Akkor még egy érvel támasztam ezt alá, szeretném külön köszönteni, itt van néhány nagyon jeles ember köztünk, akinek közel van a dologhoz. Tehát itt is itt van Salamon Konrád irodalom történész, aki azért a két világháború között és azt követő népi irodalomnak igényes ismerője. Jelen van Juhász György irodalom történész, és köszönjük a jelen Tanácska Péter író, közíró. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a második rész is igen színvonalasnak fog bizonyulni, és ha ti ezzel felsoroltak, egyetértetek, akkor kérem is majd kifejezetten, hogy hallassátok a hangotokat, jó? Mondosító javaslat, hogy parancsendi. Én nagy tisztelettel azt javaslom, nem tudom, hogy a idézőjelben mondom szerzőtársak, vagy idézőjelben mindig gondolnak erről, hogy ezt a 45 percet összegyük sokkal rövidebbre, mert hiszen mi leírtuk a gondolatainkat, és azt valószínűleg mindenki olvasta a könyvben, és inkább adjunk több időt a hozzászólásnak, a véleményeknek, amivel esetleg igazolunk vagy nem. Tehát mi már sokkal, én legalábbis sokkal többet nem tudom mondani, amit leírtam. De az viszont jól lehetünk, hogyha, és ezért örülök, hogy ez itt van, hogyha mi az álláspontjainkat egy kicsit tudnánk köztetni, én azt mondom, jó, mondjuk azt, hogy legyen egy ilyen jó. Ha megengeditek, én rögtön a következőt kérnék. A Csóti Gyuri, országgyűlési képviselő úr, egy elég sarkos, markáns, inkább így mondanám markáns véleményt fogalmazott meg az írásában, de egyébként is elég régi barátok vagyunk, ismerem a nézeteit. Kezdjük veled, jó? Hát őszintén szóval, tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm a meghívást és örülök, hogy itt lehetek, de én arra készültem, hogy én majd hallgatni fogok, és majd ha mi nem tetszik, ahhoz hozzászólok, vagy okban állom, de itt most megfordult a dolog. Én ugyanis nem vagyok történész, a történelmet ugye nagyon szeretem, én műszaki értelmiségi vagyok, de hozzáteszem nyomatékkal aláhúzva, hogy humán beállítottságú műszaki értelmiségi, és mint ilyen, a történelem és az irodalom iránt mindig is nagy érdeklődést tanítottam. De hát végül is villamosmérnök vagyok, és számítástechnikával foglalkoztam, amikor még én is rendesen voltam, a politikában elsüllyedtem. De pont azért süllyedtem el a politikába, amiért ezt a cikket is írtam, mert én a szabadság és a függetlenség eszméje, ami engem érte a saját személyemben is, meg a magyar társadalomban is. Tehát amit én nem tudtam elviselni, az a szovjet megszállás volt és a kommunista diktatúra. Ezért lettem politikus.
gyertek, ezért maradt, a végül azért maradtam ott, mert én a másik szívügyem a határon túli magyarok, az elszakított nemzetrészek ügye, és hogy ezen a területen próbálják valamit tenni, ezért maradtam végül a politikában. De hát ez nem tartozik ide, viszont amikor a tehetvétel cikkét elolvastam, szabadságon voltam, hát oly mértékben felháborodtam, oly mértékben felizgattam magam, hogy azonnal leültem a számítógép elé. Én néha írogatok, néha küldök egy-egy cikket, vagy egy-egy tanulmányt, vagy valami. Én pár napig mindig rágom a gondolatot magamba, szóval forva, este lefekvés előtt, meg reggel zuhanyozás közben, most semmit nem volt, leültem, és úgy, ahogy van, leírtam, egyszer elolvastam, és elküldtem a magyar nemzetnek, úgy, ahogy akkor kijött belőlem, és tényleg sokszor sarkosan vagy barkásan fogalmazok, én ezt vállalom most is, mert pontosan ahogy érzek, ahogy gondolkozom, úgy van, ez leírva. Ha te írásodról azt derül ki, hogy te a Habsburg dinasztia magyarországi évszázadai egészében véve károsnak tekintett, elnyomó jellegűnek. Azért ennyire sarkos nem volt. Akkor felszíten. Mert semmi nem fekete és fehér, de kétségtelen a Habsburgokat én sokkal feketének látom, mint néhányan, akik ebben a vitában részt vettek. Szóval én nekem van egy, régen megfogalmaztam meg 15 évvel ezelőtt, és akkor elmesélem a sztorit is. A német nagykövetnél voltam a feleségemmel együtt egy vacsorán, és a vacsora után a kávézás közben beszélgettünk, és ott volt az osztrák nagykövet is. És én tudtam, hogy ott van. És akkor én kimondtam azt a mondatot, amivel kezdem ezt az írást is, hogy a Habsburgok többet ártottak nekünk, mint a törökök 150 év alatt. Na most tudom, hogy ez önmagában nem igaz. Mint ahogy előbb is mondtam, mert semmi nem fekete és fehér, hanem minden árnyaltabb és több oldala is van. De azért, mert nem engedték, hogy magyarok maradjunk. Nem engedték azt, hogy a magyar nyelvhasználat, a Magyarországnak a saját sorsát rendezze és szervezze, hát tudjuk, ismerjük. Ezek lehet, hogy egy kicsit elcsépelt mondatok vagy gondolatok, de tehát gyarmati vagy félgyarmati sorsba tartottak bennünket, agrárország, mezőgazdasági ország, persze adottságait tekintve tényleg az agrár, a mezőgazdaság egy kincs volt és lenne az ma is Magyarországon, de lett volna, mint a középkorban egy erős és életképes és erős állam volt Magyarország, hát ez a Bonácsi rész után ugye nem állt helyre gyakorlatilag soha. És hát azért volt abban a Habsburg időszakban jó is természetesen, hogy a török ellen együtt léptünk fel a 17. században, hogy a 19. század végén a kiegyezés után 50 évig tényleg aranyos. Tehát szembe az én kuruc mi voltommal mondom magam is, hogy az egy aranykor volt, és akkor rendkívül sokat fejlődött Magyarország társadalmilag, kulturálisan, gazdaságilag, minden ez tudjuk. De amivel például vitatkoztam Tehet Péterrel, nem azért, mert a Ferenc József olyan jó volt és szeretett minket. Rákényszerült Ferenc József, rákényszerült, mert veszített a poroszokkal szembe, mert Németország egyesült, és ki kellett, hogy egyezzen velünk. Tehát ez egy kényszer volt. És az, hogy Magyarország fölemelkedett, azt nem Ferenc Józsefnek köszönhetjük, vagy a 19. századi Habsburgoknak, hanem a reformkornak köszönhetjük, Széchenyinek köszönhetjük, és Kossuthnak köszönhetjük azt, hogy lett kiegyezés, mert ha nem lett volna 48-49, akkor lehet, hogy nem lett volna, vagy nem olyan sikeres kiegyezés. Persze, hogy mi lett volna, ha ezt ilyen bevezetéssel nem lehet gondolatmeneteket elindítani, de kétségtelen, hogy, és ez a kettősség, amiről Körmendi Zsuzsa beszélt a magyar történelemben, ez szerintem is fennáll, és Szent István volt a Szent István, és Koppány óta is végigmegy a kettős királyválasztás, amikor ugye az ország egyik fele úgy gondolta, ahol egyébként a magyar nyelv és kultúra megmaradt inkább, főleg a kultúra, a nyelv az maradt a nyugati részen is, hogy az erdélyi fejedelemség inkább a törökökkel működött együtt, a nyugati rész pedig a németekkel működött együtt. Na most a magyar történelem 1000 éve arról szól, hogy először a német,
aztán a török, és végül az orosz. Tehát mindig egy nagyhatalmi érdekszférába kerültünk be, és mindig megpróbáltunk függetlenek lenni, és voltak, akik alkudni akartak, vagy megalkulók voltak, és próbáltak együttműködni. Ezek az együttműködések általában, én úgy látom, nem voltak sikeresek. Na most még magamról annyit, hogy az én dolgozó szobámban otthon két kisméretű mellszobor van. Az egyik Kossuthé, a másik Széchenyié. És az azért mondom, mert az érzésértékű direkt kiteszem, mert a szívem Kossuthé, az eszem pedig Széchenyié. És ha én akkor értem volna, akkor Kossuth Lajos katonája lettem volna, de a szívembe és az eszembe Széchenyi is ott van. És ez a legcsodálatosabb kettősség a magyar történelemben, amikor Kossuth és Széchenyi vitatkoznak, és amikor tisztelik egymást, és amikor azt mondja Kossuth Széchenyiről, hogy a legnagyobb magyar, akivel egyébként Ádáz vitában áll. Hát voltak ilyen kettősségek, nem ilyen szép formában a magyar történelemben, de én nekem a 19. század, tehát én, ha választhatnék, vagy a reformkorba, vagy a kiegyezés utáni időszakban szerettem volna élni, és úgy gondolom, akkor lehetett nagyon sokat tenni az országért, a nemzetért, ma sokkal kevesebbet lehet tenni egy személynek. Hát ismerjük ma a globalizáló világban és a körülöttünk kialakult geopolitikai helyzetben elég nehéz, nemhogy hősnek lenni, de még egy kis téglát is hozzátenni a nemzet építéséhez. Tehát én kuruc vagyok, az is maradok, és tisztelem, elfogadom mások álláspontját is. Tudom, hogy a Habsburgok között is voltak szerethető és fontos emberek számunkra. József főherceg, József Nádor, Rudolf Trónörökös, akinek nem volt nagy szerepe, de volt nagy szíve és empátiája, meg értelmi kapcsolódása a magyarokhoz, amit talán az édesanyjától, Erzsébettől kapott örökségül, nem tudjuk. De volt Ádám ellenségünk is, és nem csak Ferenc József, hanem Ferenc Ferdinánd, akinek egyébként jó gondolatai voltak. Attól függetlenül, hogy magyarokat nem szerette, nagyon jó gondolatai voltak, mert én is azt mondom ezt, és erre utalok, és ezt le is írom a cikkben, hogy ha a Habsburg monarchia, illetve a dualizmus, tehát az osztrák-magyar monarchia 19. század vége felé olyan vezetőket bírt volna, vagy olyan vezetői lettek volna, tehát okos és felkészült és előrelátó osztrák és magyar politikusi réteg, akik felismerik, hogy mi lehet egy jövő egy ilyen Európában, egy ilyen sok nemzetiségű országban, vagyis birodalomban, mint a Habsburg birodalom, azonnal le kellett volna emelni a horvátokat és a cseheket a hatalomba. Tehát jó, megindultunk 67-re, de én mondom 80-ban vagy 85-ben el kellett volna azon gondolkodni, hogy a horvátokat és a magyar és a cseheket beemelni a hatalomba. És aztán a többi nemzetiségnek is, nemzeti kisebbségnek is fokozatosan megadni teljes körű, tényleges és teljes körű autonómiát, és akkor megmaradhatott volna a monarchia. És akkor nagyon jó lett volna, és akkor eljátszok a gondolattal sokszor ilyen fricskázás, vagy nem is tudom milyen élcelődés formájában, hogy ha ez megvalósult volna 100 évvel ezelőtt, akkor a németek meg a franciák jöttek volna, hogy drága, kedves Közép-Európai Egyesült Államok, hadd csatlakozzunk mi is, vagyis az Európai Unió magja kiinduló pontja lehetett volna. Tehát sok előnye volt annak a monarchiának. És valóban a német és az orosz terjeszkedés előtt tudta védelni ezeket a kisnépeket, de ezeket a kisnépeket rabságba és elnyomásba tartotta. Csak a magyarok tudtak fölemelkedni a kiegyezéskor. És az volt a hiba, hogy nem engedtünk másokat is fölemelkedni magunk mellé. Elsősorban ismételem a horgalmat, a cseheket és a horvátokat, és később mindenkinek megadni, és akkor másképp történt volna. De ma azt mondani, hogy jó lenne visszaállítani, meg arról is beszélek a Habsburgokat magyar trónra, hát ez számomra egy képtelenség. Bármennyire tisztelem, és nagyon szerettem, és nagyon jól ismertem Habsburgot, nagyon tiszteltem, de hát neki nincs keresni valója sem a Habsburg dinasztiához senkinek, Magyarország az akár uralkodója, királya, vagy köztársasági elnöke legyen. Tehát ez elképzelhetetlen, és azt hiszem, hogy ennek semmi realitása nincsen. De most annak van realitása, hogy a Baltikumtól az Adriáig egy együttműködést kialakítani az itt élő
népek és nemzetek között, országok között. Megint egy vízió, egy külpolitikai vízió, ez is van már 15 éves, és éppen most, amikor már azt hittem, hogy talán ebből lehet valamit csinálni, siklik ki a dolog legalábbis rövid távon, lengyel-magyar-horvát együttműködés. Tehát én úgy gondolom, hogy sokan nem szeretik kifogásolják, amikor azt mondom, hogy tengely, Varsó-Budapest-Zágráb tengely, de ebben a körben mondhatom, kint már nem mondom, mert akkor azt mondják, hogy azok a tengelyek, azok nem voltak jók a 20. századi történelemben. Tehát együttműködés, ami nem öncélú, nem befelé forduló, hanem motorja lenne ennek a 12-15 ország együttműködésének, mert ha mi együtt tudunk működni, akkor nem vagyunk korlátozva Németországnak, Franciaországnak, vagy más hatalmi csoportosulásnak az Európai Unióban. A mai, és az egésznek a magja a visegrádi együttműködés, a V4-ek. A V4-ek országai annyi szavazattal rendelkeznek az Európai Tanácsban, mint Franciaország és Németország együtt. Ugyanis az Európai Tanácsban nem lakosság arányosan van a szavazatok, hanem pozitív diszkriminációban részesülnek a kisebb országok. Tehát ha mi összefogunk, akkor van sok olyan közös érdeke a kérdésünkben. Amellett, hogy a történelmünk, meg a kultúránk hasonló, és hasonló sorsunk volt az elmúlt században, mondjuk a 20. században, és különösen a II. Világháború után, hogy sok mindenben tudnánk együttműködni, és én ebben látom a jövőt, hogy ezt tartanám jónak, nem pedig a monarchiának a újraélesztését. És elnézést, azt mondtam, hogy rövidek legyünk, lehet, hogy szükségek. Három negyed órát köszönöm. Most igazán sajnálatos, hogy nincs itt a Fehér Péter, akkor a fiatal barátunk, aki ugye önben kívül, aki itt a indító volt, és akinek a írása miatt tulajdonképpen a Csóki Gyuri tollat ragadott. Még egy dolgot hadd mondjak röviden, mert fölemlegetted József Nátot. Pekünkre nem tud itt lenni Habsburg Mihály, József Nádor szép unokája, meghívtuk, ugyanúgy az történt, hogy Habsburg Mihály, aki egyébként Magyarországon él, és nem is akarok, hogy természetesen magyar állatokra esik tovább, tehát a nádori ág egyenesen leszem, ő kinevezték a Máltai Lovagrend magyarországi nagykövetének, és azért nem tud ma itt lenni, de köszönöm mindenkit, mert a Máltai Lovagrend nagymestere magyarországi látogatásra érkezett ma, és neki kell fogadni. A Gyulinak kapaszkodja ki az általa mondatok közül az egyik mondatába, amikor kultúráról, reformokról és egyebekről beszél hangsúlyosan. Kulin Ferenc irodalomtörténész. Én azt hiszem, hogy te a Habsburg vita kapcsán ebben a tárgykörben, vagy ezt a kort érintve is mondanál pár szót. Köszönöm szépen. Az igazság, hogy az a cikk, amelyben én hozzászólom ehhez a vitához, nem a szakmám felől közelített a kérdéshez, tehát nem az irodalom történet felőlesítettem. Inkább azt mondhatnám, hogy lehet két markáns vonulatot vagy irányt kijelölni a történetírásban, akkor én azok közül az egyikhez állok egyértelműen közel. Mit értek a markáns vonulaton? Nagyon durván azt mondhatnám, hogy a 19. századra vonatkozó történeti irodalmunk legnyilvánvalóbb ütöző pontja az nem is a reformkor, meg nem a szabadságharc, hanem a kiegyezés. És a kiegyezés ügyében máig érezhetően van egy azt inkább jónak, nem csak elfogadhatónak, hanem kifejezetten pozitívnak ítélő történetírói szemlélet, és van egy ezzel szemben álló. Én most anélkül, hogy ezeknek a részletekbe vele mennék, csak a jelképes nagy vitatkozókat említem itt meg, tehát én a Szegfő kontra Németh László vitában szívemmel, lelkemmel Németh László mellett voltam, szívemmel és mellette vagyok,
Tehát én azt a fajta 19. század képet tartom elfogadhatóbbnak és korhűbbnek, amelyik élesebb kritikát fogalmaz meg a kiegyezéssel kapcsolatban, mint azt, amelyik a pozitívumait emeli ki. Azért hangsúlyoztam most az elején ezt, mert amire felszólítottam, hogy tudnék a szakmán felül, tehát az irodalomtörténet felül közelítsek a kérdéshez, az bármennyire is úgy fog látszani, hogy direkt alátámasztja ezt a Németh László kiegyezés kritikát tartalmazó álláspontját, de nem ebből indulok én. Attól indulok ki, mindenfajta történelmi vita kapcsán, hogy hogyan érte meg a kor ezeket a nagy történelmi konfliktusokat, kataklizmákat, vagy békés folyamatokat. Tehát hogyan tükröződik az irodalomban? Hogyan tükröződik azoknak a lelki világában, érzelmeiben, gondolataiban, akik akkor ezt kortársként, tanúként megélték, és akik erről az élményükről be is számoltak. Itt nyilvánvaló, hogy élesen meg kell különböztetni egymástól a fikciós irodalmat és a tényirodalmat, és én ebben a helyzetben szándékosan a tényirodalomra utalok csak, vagyis azokra az írói reflexiókra, megnyilatkozásokra, amelyek egyszerre rögzítenek történelmi tényeket, nagy gondolatokat is, és apró napi eseményeket is, és egyszerre fejezik ki az ehhez fűződő, nagyon személyes viszonyokat. Én két ilyen tényirodalmi dokumentumra hívnám itt föl a figyelmüket. Az egyik az Széchenyinek a naplója, másik pedig Kölcseinek, részint az országgyűlési naplója, részint pedig a levelezése. A levelezés is nagyon sok tényt tartalmaz és ehhez fűződő reflexió. És hogy ne bonyolodjak túlságosan erős részletekbe, hadd kezdem azzal, hogy én a Széchenyi naplóban leltem rá, bukkantam rá olyan igazságokra, amelyek a Széchenyiről szóló tankönyvi anyagokban sem szerepeltek nagyon hosszú ideig. Mire gondolok? Arra, hogy a Széchenyi úgy volt, akár a legutolsó nagy sikerű filmig, a Hídemberi, úgy volt a közvélemény, a köztudat számára fölrajzolva, mint aki éles ellentéte volt Kossuthnak, az utóbbi Kossuth egy repelés, sokak által hebegúrja, felelőtlennek tekintett, népszerűségre törekvő valaki, a Széchenyi pedig a bölcs, a nyugodt, a higgadt, aki sokkal jobban látta, érezte, hogy mi az országnak az érdeke, és ennek a jegyében ő a Habsburgokkal való egyezkedésnek, a folytonos diszkussziónak volt a híve, stb. Na most, kétségtelen, hogy van a történéseknek egy olyan síkja, ahol ez így van. Ez így van. Széchenyi szemben áll mindenfajta, ahogy maga mondja, részint a Veselényivel folytatott vitájában, mindenfajta dacnak és mindenfajta sérelmi politikának az ellenfele Széchenyi, másfelől a Kossuth vonulatát vagy irányát kibontakozni látva azt mondja, hogy mindenfajta előszakra mutató vagy irányuló mozgalom vagy mozgulás az veszélyes lehet Magyarországon nézve. Ez igaz. Ugyanakkor én most ugye elhoztam a könyvet, nem akarom az időt ezzel tölteni, megpróbálom saját szavaimmal felidézni. A fiatal Széchenyinél értelmezte, nem gyerek Széchenyi már természetesen, a 20-as évek Széchenyiről van szó, olyan napló bejegyzéseket találunk, mint például egyik, majdnem szó szerint mondok. Valóban, hogy
kötelességem, a hűség, a tisztelet és a ragaszkodás a császár iránt, a király iránt, és a császár iránt. A következő sorban azt írja, hogy ez a szisztémám, ez a szisztémám. Tehát nem azt mondja, hogy ő szereti a császárt, hanem hogy az a szisztémája, az a, az ésszel belátott, követendő magatartás, hogy tisztelni kell a császárt. És a következő sorban meg azt írja, de hogyan, ha maga a császár sérti meg a törvényeket? Ó, Szent Szövetség! Tehát drámai monológ szerű bejegyzéseknek napokban egyet idéztem most fel, amelyik arra utal, hogy, hogy egy ilyen bánki alkat van a szintségében, amelyik egyszerre próbálkozik azzal, hogy a körülötte lévő a rebelliseket megpróbálja visszafogni, visszatartani, mindenfajta olyan indulatot, ami erőszakhoz vezethet, azt nagyon keményen visszafogni. Ugyanakkor, amikor csak magának kell megnyilatkoznia, maga előtt kell megnyilatkoznia, akkor föltárulkozik és bevallja, hogy a lehető legnagyobb érzelmi feszültségben is ellentétben van az uralkodóval. Vannak ennél sokkal drámai részek, amelyik arra futnak ki, hogy én azt se csodálkoznám, hogy mi ezeket látná, tudná a császár, engem fölakasztatna. Tehát az, hogy hogyan érzek iránta, fölakasztatna. És hadd nem mondjam tovább. Nagyon részletesen tanulmányoztam többször a Széchenyi naplót, és annak a fajta Széchenyi szakirodalomnak adok igazat, amelyik már a 19. században megkezdődött egy jó kecskeméti Aurél volt, azt hiszem az első, aki arra figyelmeztetett bennünket, hogy nehogy azt mondjuk ám, hogy törésvonal van a 49 előtti Széchenyi és a 49 utáni Széchenyi között. Nem arról van szó, hogy a 49 előtti Széchenyi, a Döbling előtti Széchenyi az egy lojális, királybű érzelmeiben, stb. Sőt, royalista. Majd pedig jön egy betegség, egy őrület, és akkor persze elkezdi szívni a Döbling iratokban, a Nagy Magyar Szatirában, irgalmatlan, keményen támadja a hapsolókat, és minden rosszat elmond róluk, amit csak el lehet mondani. Nem. Arról van szó, már Kecskeméti arról mondta, hogy teljesen egyenes vonalú személyiségrajz bontakozik ki a napló Széchenyije és a Döblingi irodalom Széchenyije között. Nem akarok tovább erről részletesen beszélni, azt hangsúlyoznám tehát, hogy miközben a politikai élet felszínén valóban vannak taktikai, szisztémabeli végletes ellentétek egy Kossuthi és egy Széchenyi-féle politika között, a lelkekben a legnagyobb magyar, tehát aki kimondta Kossuthra azt, hogy legnagyobb magyar, bocsánat, akire kimondta Kossuthra, hogy a legnagyobb magyarban fékezhetetlen, hát ez sokáig fékezhető, de nagyon nehezen fékezhető indulatok voltak, mondjuk így a habsburgokkal szemben, mert, hogy ne csak igaz, hogy nem mindenki habsburg, de hogy az uralkodó körét is bevonjam ebbe a körbe, 35-ből származik egy két soros kis bejegyzése. Metternichnél voltam, valamiért Metternich kiment, közben Melanie elkotyogta, hogy Metternichnek 6 millió pengő adóssága van. Nocsak, most már kezdek érteni egyet mást, mondja Széchenyi. Na most rájuk bízza, hogy mi ez. És nem kell a fantáziákat nagyon erőltetni, ahol a hatalom csúcsain élőknek hadd menjek most bele, hogy mai magyar kézben mennyi lenne ez, mert lehet, hogy mikor elindultam otthon, kevesebb volt, mint amennyi most, mert ez kiszámíthatatlan. De ez egy óriási összeg. Hát arról Széchenyi arra tesz megjegyzést, hogy korrupt ez a hatalom. Korrupt ez a hatalom. Tehát amelyikkel ő egyezkedni kíván az ország békéje érdekében, ez egy korrupt hatalom. És ugyanez a korrupt hatalom, ennek a korrupt hatalomnak a vonásai rajzolódnak ki a Tölcsei naplóval is, és a Tölcsei levelezésből is. Megkérem most önöket attól, ha igényelik, akkor majd beszélgetésben eddig visszatérek. Ennyit akartam hangsúlyozni, hogy én azt, amit a század végi magyar irodalomban látok,
a költészet, magyar költészet élvonala, kudarcnak, drámának, veszteségnek éli meg nem csak világos, hanem a kiegyezést is. Erről szól a mai, illetve a 20. századi magyar irodalom fővonulata. Igaz, hogy ezen belül a népi irodalom sokkal inkább Szabó Dezsőtől, Adin keresztül, Németh Lászlóig és így tovább. De arról szól az irodalom, hogy nem történt meg a lelkekben az, ami az infrastruktúrában megtörtént. Tehát az, hogy néhány évtized alatt hatalmas ipari létesítmények jöttek létre, hogy egy világváros jött létre a rekordkorban még 30-es, ez lesz Pest-Buda helyén, stb. Valóban csodálatos dolgok jöttek létre, és egy józan történeti szemlélettel ezeket számon kell tartani, és mint értékeket kell megpróbálni megőrizni és továbbfejleszteni. Csak ez a dimenziója a történelemnek, ami a tárgyi, anyagi világban megragadható, semmivel nem fontosabb dimenziója a történelemnek, az, ami a lelkekben történik, és én azt mondom, hogy a magyar irodalom kimondta az ítéletet erről a dinasztiáról, erről a hatalomról, erről a korszakról. Köszönöm szépen! Köszönjük, Herman Robert, történész, hadtörténész is. De ugye jól tudom, hogy téged igazából szakterületeid alapján hadtörténészként tartanak nyilván, hiszen a Bécsi levélt hadilevéltárban évekig kutattál, én egyszer kerestelek tudnak, tehát például azt mondtál, hogy sajnos most is Bécsben van, a Robi. Na, a lényeg az, hogy a Herman Robert az a 1848-49-es szabadságharcnak az egyik hangja, de a legkiválóbb élő szakértője Magyarországon, de a könyveit néhány tény is birtokosa vagyok. Te tágabban értelmezted a vita egyik szerzőjeként ezt az erdélyi Habsburg korszakot. Ezért én megkérdezem, miről lenne kedved inkább beszélni? Általánosságban a Habsburg uralom és századairól és arra a magyar történelemre gyakorolt hatásáról, vagy inkább szorítkoznál 1849-re? Hát én maradnék a nagyobb dimenzióknál, különösen. A párfikéz a barátomnak igazgatta mondani, hogy én mindössze másfél évnek a történelmével foglalkozom, ellentétben más normális történészekkel, akik másfél két évszázadot vagy ókor történészek, ugye másfél két évezredet fognak át. Ugye, hogyha megnézzük, hogy a Habsburg dinasztia mennyi ideig játszott szerepet Magyarország történetében, magunk is elcsodálkozunk, mert hosszabb ideig, mint az Árpádok. Ugye 1437-ben került volna első Albert, és ugye a 18-as trónfosztással, sőt, hogyha még a királycsokat is ide veszik, akkor hát ugye több mint 480 évről van szó. Na most ugye tudjuk, hogy egy hosszú házasságban is mindig vannak válságok, és vannak kedvezőtlen pillanatok. Szegény nagyapámra emlékszem, aki állandóan veszekedett nagyanyámmal éjszakánként, az, hogy nem tudta aludni, és valamivel szórakozni kellett. És hát nyilván ugye ez való így van a politikában is. Tehát ugye nagyon nehéz összecsiszolni egy olyan birodalmat, ahol Isten tudja, hogy hány nép van, hány nyelv van, hányfajta szokások van, hányfajta vallás van. Ugye ilyen birodalma gyakorlatilag a világtörténelemnek nem nagyon volt, mint a Habsburg birodalom. Volt sok nemzetiségű birodalom, hogyha most a középkortól indítunk, de olyan, amelyik ennyi ideig megmaradt volna, változó kiterjedésben, sok vesztes és sok győztes háborúval ilyen azért nem volt. Na most lehet azt mondani, hogy az uralkodók nem tehetek a sikerekről, de akkor nyilván a kudarcokról sem ők tehetnek. Tehát én azt gondolom, hogy abban, hogy ez a dinasztia és ez a birodalom ilyen hosszú időn keresztül meghatározó szerepet tudott játszani Európának, sőt, ha úgy tetszik, a világnak a történelmében, abban azért magának a dinasztiának és a dinasztia hihetetlen túlélési képességeinek is volt némi hatása. Ami ugye Magyarországot illeti, itt van egy állandó vita valóban, amit Kulin Ferenc is erre utalt a történészek között, és ott nem csak a 19. századot terjed ki, hanem ha úgy tetszik egészen Mohástól 1918-ig. Tudni illik, hogy a Habsburg monarchiával való betagolódásunk, az ahhoz való nem egészen önkéntes csatlakozásunk, ez egy kényszerpálya volt, vagy pedig egy történelmi kényút, vagy zsákutca volt. És ebben a tekintetben nagyon csalos állítások hangzanak el. Én azt gondolom, hogy a török veszélyel szemben
1526-ban nem nagyon volt más esély, mint érvényre léptetni, igen, azt az 1515-ös jogelvonható szerződést, amelynek értelmében, hogyha második van és hal meg előbb, akkor első Ferdinánd élesztató, ha pedig első Ferdinánd hal meg előbb, akkor második a esély. Hát ugye tudjuk, hogy Mohácsnál az előbbi eset következett le. Ugye a magyar politika addig már nagyon sokfajta lehetőséget megpróbált kihasználni az oszmán veszélynek az ellensúlyozására. Hozzá kell, hogy tegyük, hogy az oszmán birodalom 1380-as évek óta hatványozóban nőtt minden évtizedben. Egyetlen egy komoly válságot, az 1415-ös ankarai vereséget és az azt követő évtizedeket leszámítva a folyamatos növekedés állapotában volt, Magyarország pedig folyamatos defenzívában. A Magyar Királyság különböző szövetségi rendszerekben próbálta meg ezt a veszélyt visszaverni. Ugye volt a luxemburgi megoldás 1437-39, pontosan egészen 1458-ig, ugye 5. Lászlóra Habsburg megoldás, ezzel párhuzamosan volt a jogellő megoldás, aztán volt a magyar birodalmi próbálkozás Mátyással, és végül megint volt egy magyar jogellő próbálkozás. Nota benne egy zárójelbe jegyezni meg, hogy nagyon mulatságos, hogy a Habsburgokat nem tekintjük nemzeti dinasztiának, ugyanakkor viszont a jogellókat, ahol az utolsó királynak az anyja az francia volt, az apja pedig cseh, úgy ugye, mint utolsó nemzeti királyunkat jászoljuk meg Hungarit augusztus 29-én. Gyakorlatilag 1526-ra elfogytak a lehetőségek, egyetlen egy lehetőség maradt a Habsburgok. Ugye a jogellók nem váltak be, a Habsburg birodalom viszont ugyanannak a növekedésnek az állapotában volt, mint amivel az oszmán birodalom. Ami történelmi szerencsétlenségük volt, az az, hogy a Magyar Királyság és az oszmán birodalom közötti nagy döntő összecsapás az 1520-as években előbb zajlott le, mint hogy a Habsburgok vetették volna a hivatalukat, illetve mint hogy a Habsburg birodalom ténylegesen világbirodalom már nőhetett volna. Utána ugye két lehetőség volt, az egyik a Szapolyai János útja, az úgynevezett Nemzeti Királyság, amelyik 1527-ben már elvezetett a Mohácsi mezőre, meg a feltételezett, hogy hűséges külő. Ez a másik, azt pedig azt meg kell próbálni ezzel a birodalommal, nem a Habsburg birodalommal együtt élni. És ez nagyon nehéz volt. Tehát ez társadalmi életlenül nyilván nagyon nehéz volt azoknak a magyaroknak, akiknek a papája, meg a nagypapája, az még Mátyás király alatt vitézkedett, nagyon szivatták ugye a cseheket, lengyeleket, osztrákokat, mindenkit, és most egyszer csak azt veszik észre, hogy az ország egyharmada az a török kezében van, egyharmada az ugye a Habsburg uralkodó kezében, és az egyharmada az pedig ilyen bizonytalan jogállásban, vagy bizonytalan státuszban ott van Erdély, ahol nem is tudjuk, hogy pontosan kik az urak. Na most ugye a Habsburg dinasztia mindig elhangzott, hogy nem fordított elegendő energiát a történő Magyarország megvédésére, hát ugye kaptak egy kész helyzetet. Tehát ugye a két légvári vonal 1526-ra nagyobb rész felszámolódik, bekövetkezik a török invázió, 1541-re elfoglalják Budát, és mint ahogy a szocializmusból a polgári rendszerbe való átmenet, még ugye nagyon nehéz a Trabant átcserélni Mercedesre, úgyhogy minden egyes alkatrészt külön cserélünk ki, nagyon nehéz háborús körülmények között jól működő védelmi vonalat kiépíteni, és megpróbálták. Úgyhogy közben ugye két-három évente jött egy szultáni, vagy egy nagy vezér, vagy egy éppadjára. Az, hogy a történelmi Magyarországból valami megmaradt, és hogy megmaradt a Magyar Királyság, annak megmaradt valamilyen szinten az intézményrendszere, az mégiscsak ennek a Habsburg birodalomnak volt köszönhető. Az pedig, hogy ebből annyit, amennyit lehetett a 17. század végén, illetve a 18. század elején, mert mindig zentánál szoktuk befejezni a történetet, de hát azért gondoljuk bele, hogy még Eugén herceg vívott még egy török háborút 1716-18 között. Tehát, hogy amit vissza lehetett ebből szerezni, azt visszaszerezték, az meg megint a Habsburg dinasztiának, vagy ennek a birodalomnak az érdeme. Az alapvető probléma az az volt, hogy a magyar néplélet, vagy a magyar történeti tudat soha nem volt képes megbékélni azzal, hogy elvesztettük a nagyhatalmi pozíciónkat, hogy határövezetté váltunk ugye több mint 150 évre, utána pedig, amikor vissza sikerült állítani, legalább abban az értelemben végre az országnak a történeti egységét, hogy egy uralkodó volt, mindenki felelt most Erdély, ugye, katonai határővidék és a szűkebb értelemben lett Magyarország, hogy akkor sem jött vissza az a szép fényes kor, ami mondjuk Mátyás idején jellemezte a magyar történelmet. De ettől én még úgy gondolom, hogy magával a török kiűzésével és azzal, hogy ezt a
kulturális kettészakítottságot és azt az állandó háborús állapotot, ami Magyarországot közel 200 éven keresztül jellemezte, mert ugye 1521-től 1718-ig tart ez a háborús periódus, ugye közben még van néhány kellemes háborús időszak is, hogy ennek vége szakadt, ezért szerintem olyan hálásnak kell lennünk, amennyire csak lehet. És az nem jelenti azt, hogy mindennyi uralkodó szeretni kell. Tehát mondjuk első Lipótot, aki felszabadítja Magyarországot, nagyon nehéz szeretni, mert mégiscsak ő volt az, aki ugye a Veselényi összeesküvés után úgy gondolta, hogy igazságon behozza az abszolutizmust. És ugye ő volt az, aki a későbbiekben az 1700-as évekbeli hasonlókkal próbálkozott. És a 18. századnál is, ami a Habsburg dinasztiának valóban a nagy korszaka, mert soha ennyi értelmes ember abban a családban egymás után nem követte egymást, ugye én első Józsefet is ide leszem, a harmadik Károly, Mária Terézia, második József, második Lipót. Ezt ugye a 19. században egy ilyen genetikai katasztrófa követi. Jön a nagyon nem okos első Ferenc, és hát jön az ő még kevésbé okos, sőt, amit tetszik, gyakorlatilag teljesen maga tehetetlen fia, első vagy ötödik Ferdinánd. Majd pedig hát Ferenc József, aki azért szintén elmondhatjuk, hogy valószínűleg soha nem kapott volna Nobel-díjat, hogyha a szellemiképességét kell díjazni. De én azt gondolom, hogy ha hosszú távon nézünk ezt a történetet, és a válságokat annak tekintjük, amik, tehát, hogy mindegyik fél megpróbál hatalmi pozíciókhoz jutni, és a másiknak a rovására ezeket a hatalmi pozíciókat elfoglalni, akkor talán nem annyira sötét ennek a birodalomnak ez a több évszázados közös történelme velünk, és elvihetik nekem, én nem kell majd egyébként különösen ebben a hazudókat, tehát mondjuk a Ferenc József felelősség érődő könyvet is írtam, és magam is úgy gondolom, hogy mondjuk Mária Terézia a harmadik Károly megérdemelne egy szobrot Magyarországon, hát egy Ferenc József szobor alatására nem hiszem, hogy elmennék, és nem is nagyon javasolnám. De nem lehet általában beszélni szerintem a Habsburgokról, nem lehet általában beszélni a Habsburg Birodalomnak a hátrányos hatásairól, hiszen azért tegyük hozzá, még a számunkra nekünk kedves uralkodóknak, mint második József is voltak olyan intézkedései, a jogvágyrendelet, a türelmi rendelet, amelyek az ország lakosságának 90%-át alkotó, egyébként jogfosztott, jobbágyparaszti népesség számára sokkal fontosabbak voltak, mint az, hogy milyen nyelven lehet szólokodni az országgyűlésben, vagy hogy milyen sérelmei vannak a magyar nemességnek, mondjuk a vámrendszerrel kapcsolatban. Tehát én ezért véltem úgy, hogy hozzá kell szólnom ez a vitához. És ugye még egy dolog, ami fontos, hogy a korábbi évszázadokra vonatkozó tudásunknak a jelentős része is a 19. században intézményesült. Tehát ugye ekkor teremtődik meg a modern magyar történettudomány, ekkor van a nagy összefoglaló Szalai László, Horváth Mihály és a többiek, és ezeket a divatos szóval élve narratívákat óvatatlanul befolyásolja az a tapasztalat, amelyet az ország 1848-49, illetve 49 és 67 között nagyon kedvezőtlenül szerzett a Habsburg uralomról. És ezért értékelődnek fel annyira az erdélyi fejedelmek, holott, ha belegondolnak, egy erdélyi fejedelem alatt, mondjuk Bátori Zsigmondot vegyük, vagy másokat időnként több embert végeztek ki koncepciós eljárásban, vagy anélkül, mint mondjuk a teljes Habsburg uralom alatt, leszámítva ugye 1848-at, vagy ezért tekintjük függetlenség mozgalomnak, Bocskai Istvánnak, Bertrand Gábornak, vagy Rákóczi Györgynek a hadjáratait, holott azért végső soron azt a mozgalmat nem ők fogták, hanem ugye a háttérből a török polta engedte szorosabbra vagy rövidebbre, mert hogy ezek akárhogy is tetszik, akár nem, ezek vazalos államok voltak, ellentétben mondjuk a királyi Magyarországgal. És ugye még egy dolog, hogy nagyon Széchenyit idézze, aki ugye azt mondta, hogy a múlt, vagy igen, a múlt elesett hatalomból a jövőnek urai vagyunk, és hogy Magyarországon nagy kultúrája van annak, hogy mindig másokban keresik a hibát. A Rákóczi szabadságharcot például 1704-ben ugyanazokkal a feltételekkel be lehetett volna fejezni, mint 1741-ben, csak hanagságos fejedelem elnézte a lehetőségeket. Ugye ezzel is azért nem áll időnként tisztában lenni, és amit a vitában leírtam, hogy abszurdnak tartom, hogy még a felszabadító háború hadvezéreinek nincs Magyarországon szobra meg utcája, a magyar történelem leghátékonyabb alatti a Jenyikének, Tököl Imrének, akinek egyetlen történeti érdem az így részre szakította Magyarországot, és még ott is vallásháborút csinált, ahol korábban nem volt. Ennek az embernek ugye a millenáris emlékhíve ott van az egyébként nagyon kackiás szobra, de a tököli tehetségét tagadom én, hanem azt mondom, hogy ahogy Kenny Zsigmond mondta Kossuthról, jaj, nekünk az ő zsenialitása miatt volt vele bajunk eleget. Elnézést, én is nagyon hosszú volt.
személyesen csak annyit belőlük megérzést hadd tegyek, hogy mert én is belekontálkodtam ebbe a vitába, hogy bizony Magyarországon szó szerint így írtam le, nem egyébként rossz néven, hogy ostoba előítélet. Nagyszerű Habsburg, ha úgy tetszik, császárlat vezérek voltak, akik Magyarországon harcoltak, és akik rengeteget köszönhetünk, itt nem csak három nevet mondok, Ektuszan, Nagyburg, Bádeni Lajos Vilmos őrgrófőt úgy nevezték már a saját korában is, egy türkányi viszony, Török Lajos, és hát akkor Szabolcs Jenő. Csak egy megjegyzést engedj meg, nagyon árnyaltan beszéltél fel ide, az én legjobb tudomásom szerint Széchenyi nélkül egy roppant összetett, bonyolult személyiség volt, de ő 1848-at megelőzően és még utána is jó darabig a leghatározottabban azt állította, hogy Magyarországnak meg kell maradni a birodalmi kereteken belül. Tehát Kecskeméti Aurél vagy bárkicsoda értelmezheti Széchenyi gondolatai így vagy úgy, de ez volt az ő politikai állásfoglalás és elnézést kötelességemnek éreztem megemlíteni, de gondolom ebben egyetért. Hát én nagyon szívesen hozzászólnék, mert én nem akarom elmondani. Mindenfajta ilyen közben vitának ez van az értelme, hogy ezeket a látszólag egyeztethetetlen álláspontokat próbálja közelíteni. Igen, azt mondom, hogy teljesen igaza volt Széchenynek, amikor úgy látta, hogy meg kell maradni a birodalmon belül, mellesleg, zárójelben, ezt az utolsó pillanatig az ellenfele is így látták, tehát nem arról volt szó, hogy Kossuthék azzal kezdték volna 48 márciusát, hogy ő ki akarta vonulni a zsúr birodalomból, tehát szó nem volt ilyesmiről, ugye? Abban reménykedtek, hogy itt lesz a központja egy zsúr birodalomnak, ugye? Tehát most ebben nem menjünk bele, azt akarom mondani, hogy tehát az, hogy egyfelől megbékélünk a kényszerűséggel, azzal, hogy nagyhatalmi előviszonyok közepette nem tehetünk más, mint elfogadunk valamiféle alkut, valamiféle megegyezést, a kiegyezés szónak, mert most már pejoratív értelme, valamiféle megegyezést, ez teljesen egyértelmű dolog. És más dolog az, hogy ehhez milyen a viszonyom. Hogy ezt lelkesedéssel, szeretettel, odaadással csinálom, vagy pedig türelemmel kivárok egy jobbat. Tehát, amíg azt mondtam, hogy én az irodalom felől nézem ezeket a kérdéseket, akkor arra gondoltam, hogy én a döntő kérdésnek nem azt látom, hogy utólag döntsünk el, hogy igaza volt-e azoknak, akik szerint, hadd ugorjak egy nagyot, akik szerint 56-ban Kádár árulta el a forradalom ügyét. Nem Kádár árulta el a forradalom ügyét, az, hogy az oroszok bejöttek, az Kádártól teljesen függetlenül egy kikerülhetetlen kényszerűség volt. A Kádár bűne az volt, hogy eljátszotta utána azt, hogy ez a legjobb nekünk, meg a magyaroknak. Tehát nem az a kérdés, hogy vállalunk egy kényszert, egy kompromisszumot, hanem az, hogy magunkban hogyan viszonyulunk hozzá, és mit kommunikálunk róla. És amíg nem kommunikáljuk az igazat róla, addig mindig homályos lesz a történelmünk. És teljesen, nagyon hálás vagyok, hogy ezt mondtad, igen, Széchenyi világosan látta, hogy ez kényszerűség, keménynek is abszolút igaza volt ebben, csak abban nem volt föltétlenül igazuk, hogy mást kell kifele kommunikálni, mint amit magamnak bevallok. Hát ennyit erről. Én meg ebben értek fel, de elnézést kérek, nem magán beszélek. Én meg ebben mélyen értek fel, mert valóban igaz. Az emberi lélek, és hát ezért van művészet. Ezért van költészet. Ezért van irodalom. Hát József Attilával élve nem csak az igazit, hanem a valótit is szeretné felmutatni. Egy másik oldalról közelítsen meg ezt a dolgot, mert ennek a vitának, ugye Zsuzsanna, voltak nagyon érdekes részletkérdései. Zsigai Zsolt barátom, aki heraldikus családtörténettel, genealógiával foglalkozik, arról ír, hogy milyen módon, pontosabban milyen okokból került sor a magyarországi váraknak a 1700-es évek elején történő felrobbantására, egész pontosan milyen okokból rendelték el a magyar várak felrobbantását a Habsburgok, és mi volt annak az oka. Itt vitába keveredett néhány későbbi
a vitamin későbbi részevőjével erről beszélni egy pár szót Zsolt Léci, és konkrétan beleértve a citadellát is. Azt mondom, hogy valami igen. Tehát azt kell tudni, hogy tehát én, amivel foglalkozom, főleg egyes családoknak a történetei, főleg rengeteg levéltárgyanyagot nézek át ezekhez, és abból teljesen másképp alakult ki, mint a hivatalos hívott, vagy tanított történelem. Tehát itt van a vár, tehát mindenki úgy tanulta a középiskolában, vagy az általános iskolában, hogy több száz váratfárat mantottak a Habsburgok. Ez így nem igaz. Nagy része elpusztult már több évvel a felkelés alatt, vagy még korábban még a török harcok, vagy jó, jó néhányat már a magyarok felrobban tudtak, főleg a dunántúli kisebb erősségeket, tehát ilyen például Rezin, vagy Tátika, ezek a várak, amikről tudom, hogy már magyarok is felrobbantották. Később azokat a várakat semmisíti meg a császári hatalom, amiben császári őrség van, és igazából, mivel tehát ők nem műemlékként tekintettek ezekre a várakra, hanem mégis funkcióval ellátott épületekre, erődökre, tehát amire már nem volt szükség, azt úgy gondolták, hogy megszüntetik, kivonják belőle a katonasságot, és igazából alkalmatlanná veszik arra őket, hogy a védelmi szerepüket betöltsék. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen szétrobbantották a várat, mint most egy épületet, mondjuk itt a Mamut mellett, egyszerűen, tehát tőkéből nem maradt semmit, annyit csináltak, hogy berobbantották a kapuzatát, vagy ha olyan, ha volt a lakóépület, ami védhető volt, úszt még berobbantottak egyet. Tehát igazából nagy pusztítást nem végeztek. A legnagyobb részét ezeknek a várak pusztulásnak igazából a helyi lakosság, az elhanyagoltság, például a Tokaj várat egyszerűen elmosta a tisztat. Hát igazából senki nem foglalkozott vele. Azok a várak viszont, amik magánkézben voltak, illetve a burgenlandi váratok a többsége, azok teljesen normálisan megmaradtak, senki nem jutott hozzájuk. És a másik az, hogy hát összesen tehát 300 várunk, ami védhető és működőképes volt, nem is volt Magyarországon. Talán, hogy az összes középkori várunkat belevesztünk. Aztán Küldig Frigyesnek van egy összefoglaló munkája, Magyar Várak címén, 1300 váratra jelölít és sorolt fel, és benne van a lombai öltönyöktől kezdve a bronzkori települések majdnem minden. Tehát ilyenek volt a citadella, én mondjuk a Robi engem megcáfolt ezzel, én egy 1924-es hadtörténeti közleményeket néztem meg emiatt, illetve szintén a König Frigyesnek volt egy ebben a könyvének az előlapján egy fikciós rajz erről a Budapest vagy Pest-Buda környék érdítésekről. Ez nagyon úgy nézett ki, hogy Pest környékén lett volna, tehát Pest városát Dunától Dunáig körbevette volna egy erődrendszer, illetve a budai részen 6 darab kis erőd védte volna Budát, vagy a budai várat. Tehát én úgy gondolom, hogy ez önmagában, tehát egy polgári felkelés ellen szerintem egy kicsit túldimenzionált, illetve hát ez nem arra készült. Tehát egy külső ellenség ellen készült, ez hajnalú 1849-ben ad parancsot a bécsi hadmérnöknek, hogy dolgozzák ki ezt a tervet. Igazából ez egy Magyarországon átmenő erőt sorozat lett volna, ebből elkészült Komárom, illetve hát egy része Komáromnak, illetve elkészült a Citadellának. A Citadellát nem, tehát a Citadellának és a többi kiserődnek végül is nem készült, nem lett folytatása, mert elfogyott egyszerűen a pénz, és nem látták szükségét. Na most van, aki egy orosz betöréstől féltetten az országot, tehát valószínűleg, hogy egy orosz invázió ellen készült volna ez. De például a 24-ben ott valami nem létező kommunista forradalmat emlegetünk, ott talán amilyen készült. Tehát ennyire megosztott az, hogy éppen milyen korban, mikor írnak róla. Az megkérdeznünk, Robi, hogy neked van konkrét adatot, ami aztán azt jelvá, hogy a Citadella az kifejezetten a pest-budai lakosság megfélemlítésességként tartása céljából épült? Hát ugye ezt soha nem szokták így leírni, de maga az építésnek az időpontja az szerintem önmagáért beszél. Tehát amúgy Budát soha senki nem nagyon akarta védeni. Ugye a Fenzi-féle védelem azért tartott annyi ideig, mert nem volt éppen ostromáli. De 1848 előtt soha meg nem fordult a Hudalomban, hogy Budát azt erődítmények kéne kiépíteni. Akkor már az egy másik kérdés, ugye az egy kiváló táborerőd volt, tehát ott egy egész hadsereget el lehetett tudni. Mondjuk az oroszokkal szemben, hát hogyha már Budánál vannak, akkor mint halottnak a csók, azt tudom mondani, tehát hogy akkor a következő az már tényleg Komárom. És én egyszerűen ebből gondolom azt, hogy a Citadella az igenis a pesti hatóság terrorizálására épült. Egyébként ugye a Gellért hegyen voltak többek között előtt, mint
a Várelez Integek 1949-ben, tehát ez is ugye ott szóba került, hogy esetleg a Csillagdát is védeni fogják, de aztán eltörült a katonosság meg egyebek, de én azt gondolom, hogy a Citadella esetében lehet, hogy a leírtakban nem szerepel, de a szándék az meg lehet, hogy csak közvetlenül hadd kérdezzem meg, hogy hát ugye ez köztudott, hogy felhívta a lakosságának az óriási többsége 1849 után is még német ajtú volt, kérem szépen, német nem megjön. A pozsonyok meg a közönöm is beszélt. Ugye a vita során az is felmerült, hogy a hajnalféle diszpolgárság, amit ugye megszavaztak neki, és a korabeli sajtó ünnepelte, volt egy ellenvélemény, mert a korabeli sajtó Sztálint is ünnepelte meg. Rákosi kis stb. Műsvényekre azért nem mennék bele, mert azért én olyan messze nem merészkednék, hogy az 1849-50 körüli sajtót az 1950-es évek sajtójával hasonlítsuk össze, mert azért roppant történelmi volna, történetlen volna. De Rudi, rád hadd kérdezzek, kár. Nem lehet hozzászólni, hogyha elmentek ezt. Bocsánat, mondjad. Persze. Tehát azt hiszem, hogy nagyon is össze lehet hasonlítani a Hajnau dicsőítését, vagy a Hajnalval kapcsolatos vélekedést abban a korban, mint később Rákosi, vagy akár Kádár, menjünk vissza akár a Bibliába. Nem tudom, ki olvasta önök közül, valószínűleg sokan, Karinthy Frigyesnek a Barabás című novelláját. A tömegélettanról, amikor virágvasárnapon mindenki szereti Jézust, és Jézust imádja, és egy héttel később megtagadják. Azt írja, hogy ez egy fikció, ugye a Karinthy novellában, hogy egy nagyon szép, egy nagyon jól leírja, hogy hogy kell a tömegélettanhoz közeledni, és hogy kell érteni a tömegnek a viselkedését, hogy mindenki, amikor Pilátus megkérdezi, kit bocsásson szabadon, mindenki Jézus kiabál, és a tömeg hangja mégis Barabást zúg. Mert a lelke mélyén mindenki tudja, hogy hova kellene szavazni, de aztán besimul az éppen adott körülmények közé. Nem tudom, ezt, nincs idő rá, mert nem is vagyok avatott arra, hogy egy szakértő mondjára elmondja, ezt érezni kell, én úgy érzem, hogy érzem. Tehát a tömeg sokszor egészen másképp viselkedik, mint ahogy... Ez igaz. Már erre. Most itt azért a tömegről van szó, tehát ugye a díszpolgárságot az Pest, illetve Budavárosnak a Pestület adó. Ez egy hívvel is ott azt írja, hogy a bécsi, vagy a pesti lakosság ünnepelte. Hát, ez így volt leírva magában. Így volt leírva. Itt van a De egyébként botrány volt belőle, tehát ugye Bécsben meg nem tudták, hogy mit csináljanak, mert a Pászkevics is megkapta a díszpolgárságot, és hát ugye azt ráírni nem akartak a pesti polgárságra, hogy ezt vissza kéne vonni, kikézlesíteni meg nem akarták, és hát aztán a végén ugye nagy fejcsóválás közben mégis elkülték neki az okmányát. Egyen is ugyan egyre izgalmasabb, a következő javaslatom lenne. Ezt a blokkot most, ahogy megállapodtunk, azzal fejezzük be, hogy műhelytitkot szeretnék kérdezni. És akkor utána önök is egyetértenek vele, akkor talán tudjuk beszélni. Jó, most amit kérdeznék, az Közmendi Zsuzsához szól. Én tudni szeretném, és talán önök is kíváncsiak rá, hogy a Magyar Nemzet publicisztikai rovata vezetőjeként milyen érzés és milyen munka egy sok évszázadot felölelő történeti vita különböző álláspontjait szerkeszteni. Ez egy szellemi kaland, vagy mit kezdtem? Én nem loptam az időt ezzel, mert túl érdekesek a szakembereknek a történészek irányítósének hozzászólása, hogy szívesen elmondom, hogy hát mindenképpen egy szellemi kaland, mert nem szakterületen, tehát én az irodalomban vagyok otthonosan. Ugyanakkor meg egyfajta felüldülés is, mert ez a rovat, ez a publicisztika rovat, ez a hatodik oldal alapvetően politikai tárgyú és aktuál politikai tárgyú cikkeket közöl, és még akkor is, hogyha egy-egy vita mondjuk más témák körül csoportosul, de például az oktatáspolitikáról volt szó, a lakosság mentális állapotáról, a gazdaság kérdéseiről, de akkor is mindig direkten a kapcsolattal jelennel. Tehát ilyen értelemben nekem ez kikapcsolódás. Értem, köszönöm. Akkor javasolom 5 perc, és akkor folytatjuk kérdéseket, jó? Köszönöm.